Hallgasson el minden szenvedély. Búszél arat felől, csak teregé. Búszél arat felől, csak teregé. Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett tisztek emléke nemzeti gyásznap Magyarországon. A 164 évvel ezelőtt mártír halált halt 14. vértanúként is emlegetett Kazinczy Lajos mellszobránál szervezett emlékünnepséget a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozata és Sátoraljaújhelyváros önkormányzata. A megemlékezés vendégszónoka Patrubányi Miklós, a Világszövetség elnöke volt, aki emlékbeszédében kiemelte Arad Magyarország történetének vérzivataros 150 esztendejének előhírnöke is volt, így minden magyar embernek tisztelni kell emlékét. Mindenféle szabadosságig elmenő elveket hirdető csoport azt hirdeti, ó, hát eltelt 150 esztendő, most már szabad sörre kocsintani, nem. Így alakul a magyar nemzet arcéle. Magyar az, aki nem kocint sörre. Persze mondhatnám azt is, hogy magyar az, akinek fáj Trianon. Mert Trianon már benne volt az aradi végkifejletbe. Ahogy mai emlékbeszédemben is említettem, egy vérzivatoros 150 évet vetített előre Arad október 6-ája. A Szép Halomba szervezett emlékműsorban a Jókai Mór Általános Iskola drámaszakkörös diákjai és az Intervox női kar közreműködött. A megjelent pártok, civil szervezetek és intézmények Kazinczy Lajos szobránál helyezték el a kegyelet virágait.